történelmi pillanatban vagyunk. Egy fasiszta párt beköltözött a parlamentbe. Egyszerűen döbbenetes, hogy ez megtörténhet Magyarországon. Egy olyan párt, amelyik folyamatosan a nemzetbiztonságot veszélyezteti. Egy abszurd jelenség. Az agresszivitásukra jellemző, hogy ide is jöttek, már így provokálnak. Sok baj lesz, szóval amit az évek óta jósolunk, az megtörténik most. Bármi történhet. Hát ez a jelenség az azt jelenti, hogy a fasizmus betette a lábát Magyarországra, jól érzi magát, innen már csak fejlődhet. Ez az, amikor már szárba szökken a mag, vetés, lesz, ami lesz, nem tudjuk. Ez a lepusztulás maga. Tehát a baloldal most már nem csak a liberálisok, nem csak a mérsékelt konzervatívok, hanem a baloldal is teljes lepusztulásba kezdett. Az egészen biztos jelen. Nem lesz fasizmus, csak betette a lábát és itt van. Önmagában nem kell totális fasizmus ahhoz, hogy a fasizmus tönkretegye az életünket. Hát elég az, hogyha állandóan itt van. Most ez itt lesz. Évekig meg fogja keseríteni az életünket. Mindenesetre folyamatosan tiltakozni kell, ez az egy biztos. Mert más megoldás nincs. Ez elkeserítő, de hát azt gondolom, hogy Pintér Sándor belügyminiszterben bízom. Ez egy profi ember. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek nem sokáig fognak randalírozni az utcákon. Szerintem meg fogja védeni a romát. Igaz, hogy a romáknak is keserű tapasztalataik lesznek velük, de az már nagyon rossz, hogyha egy rendőrben kell bíznunk.